Január 1-től új limitek lépnek életbe a legkisebb béreket illetően, emelkedett a minimálbér is, meg emelkedett a garantált bérminimumnak nevezett tétel is. Ezekről, hogy pontosan mit is jelentenek ezek az emelések, és milyen következményei vannak, beszélgetek stúdiónk vendégével, Marjai Gyulával, aki okleveles könyvvizsgáló, adószakértő. Üdvözlöm itt a stúdióban. Én is üdvözlöm, és az Ugló TV minden kedves nézőjét is. Valóban egy hatalmas nagy ugrás történt itt a minimálbérek területén. Talán érdemes először tisztába tenni, hogy mi a különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között, kire vonatkozik az egyik, kire a másik, és aztán megnézzük a következményeket. Nagyon, nagyon jó a kérdés, mert sok a probléma ezzel. Tehát van a úgynevezett minimálbér, ami 2022. január 1-től, és most nem lesz olyan, mint az idén volt, hogy tologatjuk, hogy a januárban ennyi, februárban annyi, 200 ezer forint lesz, 19,5%-os emelés jelent az ideihez képest, ekkora nem volt még az elmúlt évek hosszú során, talán még ha három esztendőt összeadunk, akkor sem. Viszont van a másik kategória, a garantált bérminimum, amit sokan szakmunkás minimálbérnek neveznek, neveznek diplomás munkabérnek, bérminimumnak. Sokfajta elnevezése lett az utóbbi időben, de nagyon fontos dolog. Ezt az utóbbit, ami egyébként 260 ezer forint lesz, hála jó Istennek könnyű lesz jövőre számolni, mert lesz 200 ezer, meg 260 ezeres, és akkor nem kell ilyen fillérezni a következő esztendőbe a könyvelőknek sem. Ami 260 ezer forint lesz január 1-től, az a szakképzettséget igénylő munkakörökben fizetendő minimálbér. Tehát azt tisztázok akkor, hogy a munkáltatónak el kell dönteni, jogszabályok alapján természetesen, hogy egy-egy bizonyos munkakör szakképzettséget igényele, tehát magyarul egy kereskedő egyértelmű, hogy szakképzetnek, középfokú végzetnek kell lenni, de ugyanígy mondjuk egy könyvelőnek is minimum középfokú végzettségűnek kell lenni, de egy gyártástechnológus is egyértelmű, hogy legalább középfokú végzettsége kell, hogy rendelkezzen. Tehát nekik mindenféleképpen ez a besorolás jár, és ennek a minimuma az a 260 ezer forint. Vissza szoktam kanyarodni, hogy mérnök úr hiába megy el a Tesco-ba árufeltöltőnek, reméljük, hogy ezért más foglalkozást is talál, akkor is a minimálbérre jogosult, hiába van neki felsőfokú vagy középfokú végzettsége, az adott munkakörbe sorolása dönti el azt, hogy melyiket kell alkalmaznunk, a sima minimálbért vagy az úgynevezett garantált bérminimumot. Itt igazából a munkáltatói felelősség az, ami alapján ezeket meg kell határozni, és ha jön egy ellenőrzés, akkor be kell bizonyítani, hogy mely foglalkoztatás milyen iskolai végzettséghez kötött. Tudjuk, ennek vannak jogszabályi alapjai. Ugye ez végül is, ez az emelés a munkáltatók számára egyfajta keserű pirulát jelent, amit a kormány igyekszik kedvezmények ostyájába csomagolni. Mik is ezek a kedvezmények? Hát lesznek kedvezmények, de tökéletesen jól mondta, csak azért egy mondatot hadd mondjak hozzá. Ebben a helyzetben, ahol azért most is vagyunk ebben a vírus helyzetben, függetlenül attól, hogy a nyári gazdasági növekedés volt tisztességes gazdasági növekedés produkált hazánk és hazánk vállalkozói, bizony ismételten függetlenül attól, hogy jön a karácsony, de sajnos a Covid helyzet, ez a járványhelyzet azért sokan befolyásolja a termelő szférát, szolgáltató szférát. Ennek ellenére pontosan ez a 200 ezer forintos minimálbér, és főleg a 260 ezer forintos garantált bérminimumnak a bevezetése, ez gondot okoz a vállalkozóknak. Körülbelül 3-400 ezer embert érint a minimálbér, és körülbelül olyan 5-600 ezer embert a garantált bérminimum. És akkor még egyről nem beszéltünk vállalkozói szinten,
A tovább gördülő hatásról, nevezetesen az, hogyha valakinek, valamely szakmunkás dolgozómnak megadom a 260 ezer forintos bért fiatalon, pályakezdőként, mert ő ezt tesz, itt tette le a voksát nálunk, akkor mekkora bért adok az eddig mondjuk 280 ezer forintért dolgozó, immáron 5-7 éve ott tevékenykedő tapasztalt szakmunkásomnak. Bizony az övét is fel kell tolni, mert jelen munkaerő helyzetben el fog menni. Tehát ez egy komoly béremelést, egy komoly költségnövekedést fog okozni a vállalkozóknál. Tehát nem csak ezzel a minimálbér, garantált bérminimum emelkedéssel, hanem ennek a tovább gyűrűző hatásával is kell foglalatoskodnunk, nem utolsó sorban jövő esztendőre tervezni nekik. Na, hogy ebben mi áll szemben, az sok is, meg kevés is. Jó is, meg kevésbé is. Nevezetesen az egyik jó dolog az adminisztratív csökkentést is eredményező szakképzési hozzájárulás kivezetése. Ez a 1,5% kivezetése már igen időszerű volt, mert tudjuk jól, hogy összességében valószínű kevés a szakképzésnek a támogatására. Nem váltotta be azt, édes tovább most már 30 éve mióta létezik a szakképzési hozzájárulás, amit vártak tőle a döntéshozók, és természetesen az, hogy külön bevallást kellett készíteni neki, külön kellett befizetni, külön számlaszáma volt, az még egy külön adminisztratív teher is volt. Korábban is mondtuk, hogy jó lett volna, ha ezt összevonják valamilyen más adónemmel. Ez az egyik, tehát 1,5%-os csökkentés, és 2,5%-os csökkentés, ami nagy eredmény, hogy január 1-től be fog következni a szociális hozzájárulási adó területén. Ugye tudjuk jól, hogy ez 2022. júliusra volt ígérve, de az érdekképviseletek, ebben a VOSZ, a munkástanácsok, valamint a szakszervezetek is nagyon aktívak voltak, és ebben a kormány akkor partner volt, hogy ezt a 2,5%-os szocho csökkentést, ezt január 1-re előre hozzák, tehát a 15,5%-ból 13% lesz 2022. január 1-től. Valamint még egy, ami ugye tudjuk jól, hogy a szocho-t mindig követi, az a KIVA, a kisvállalkozóknak az kvázi társasági és szocho adója, ugye ezt a kettőt váltja ki alapvetően, az pedig 12%-ról 10%-ra mérséklődik. Ez az egyik legdinamikusabb és a legjobban változó adó. Érdemes a vállalkozóknak odafigyelni erre, de erről már többször beszéltünk, hogy esetleg 2022-től ezt az adózási formát választanák. Röviden beszéljünk egy másik adóról, ami ebben az esetben pluszként jelenik meg a családoknál, nevezetesen a személyi jövedelemadó, amit a gyerekes családok visszakapnak a következő évben. De hogy pontosan mi az eljárás, kinek kell kérni, ki kapja automatikusan, arról nem egyértelműek a megjelent információk. Így igaz, és nagyon jó, hogy ezt a kérdést föltette. Ugye korábbi adásunkban már beszéltünk róla, hogy a kormány úgy döntött, hogy azon családoknak, akik gyermeket nevelnek, azoknál mind a két szülő megkapja, vagy akár élettárs is, ha közös háztartásban élnek, visszakapja az személy jövedelemadóját, amelyet befizetett 2021-be, és ez a visszajárandóság, ez először február 15-én esedékes. Tehát aki szeretné, hogy február 15-én visszakapja, és nem kap családi pótlékot, nagyon fontos, aznak most december 31-ig lesz egy nyomtatvány benyújtási kötelezettsége, ez a úgynevezett visszadó nyomtatvány. Hát a legkülönbözőbb neveket adják ezeknek a nyomtatványoknak, ami természetesen NAV. De erről legalább rá lehet jönni, hogy miről van szó. A NAV honlapján elérhető, elektronikusan ügyfélkapunk keresztül beküldhető, sőt,
online módon, tehát közvetlen kitöltéssel is nagyon egyszerűen benyújtható a NAV részére. Természetesen ügyfélszolgálaton is hozzá lehet jutni, és kézi kitöltéssel is beadható. De a legfontosabb, hogy DEC 31-ig ez be, ha benyújtják, abban az esetben február 15-ig megkapják a családok. Mindenki, aki gyermeket nevel. Egy-két fontos dolog. Nevezetesen kinek érdemes benyújtani, aki, még egyszer mondom, aki nem kap családi pótlékot, aki csépét kap, az mindenféleképpen az egységes rendszeren keresztül eljut a NAV-hoz ez az információ, és visszakapja ezen az ágon. De ha mondjuk ő a családi pótlékját a postán keresztül kapja, tehát a postás hozza, de szeretné, hogy ez a pénz mondjuk a bankszámlájára érkezzen, akkor érdemes ezt a visszadót kitölteni, és a bankszámla számot is megnevezni, hogy hova érkezzen. Ugyanígy a férj vagy a feleség, aki éppen nem kapja a családi pótlékot, neki ezt a visszadó nyomtatványt érdemes kitölteni, hogy február 15-ig megkapja. És még egy szép dolog, ami, hogy a várandós anyukáknak és a várandós anyukák házastársának, itt az együttélő élettárs nem jöhet szóban, ez is egy érdekes dolog, de a jogszabály így szól, és érdemes kitölteni, mert ugye róluk még nem tud az állami hivatalos gépezet, mint családi pótlék, és aki mondjuk főleg az első gyermekét várja, tehát ugye tudjuk jól, hogy a 91. nap után válik várandóssá, és onnan jár egyébként a családi kedvezmény is az anyukáknak, illetve a szülőknek, nekik is érdemes kitölteni, amennyiben akár egy nappal meghaladja ezt az ezt az időszakot a 2021-ben eltöltött várandóságuk, akkor neki várandósága, és hát természetesen ugye a párja is várja ezt az időpontot, akár lehet ez kettős várandóság, és nekik is érdemes ezt a visszadó nyomtatványt kitölteni. És még egy nagyon fontos, ha véletlenül valaki elfelejti, akkor sincs probléma. Egyetlen egy hiány lesz, hogy nem február 15-ig fogják megkapni, hanem majd a beadandó adóbevallásukban érvényesíthetik. Tehát amikor beadják a bevallásukat, márciusban, áprilisban, de legkésőbb május 20-ával ugye érvényesíthetik ezt a visszajáró személyi jövedelemadót, és ha máskor nem, a legvégén a bevallás benyújtását követően kapják vissza. Köszönöm szépen az információkat, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm a lehetőséget, és hogy megoszthattam a kedves nézőkkel.